Ebben a példavideóban egy emelt szintű érettségi feladat konkrét feladat megoldásába tekinthetünk bele a SharePoint Designer segítségével. Nézzük akkor ezt a konkrét problémát. A fertőrégi.jpg gép, tehát méretét csökkentse 25% arányok megtartásával, mentse fertőrégi 01jpg néven, ez mind már megvan adva. Az oldalakon a következő egységes színvilágot és felépítést alakítsa ki, ez is el van készítve már, tehát hogyha megtekintem böngészővel, akkor így néz ki az elkészített rész, de van egy probléma, egy feladat, amit nem oldottam meg direkt, hogy most akkor megnézzük, hogy hogyan néz ki ez. Ez a D pontban szereplő feladatrész. A táblázat legyen szegély nélküli, és az a beállítás szerepeljen a HTML kódban is. Most nézzük meg akkor ezt a táblázat beállítást. Ugye ehhez ki kell jelölnünk a táblázatot magát, az egész táblázatot. Ő az, most jelzi is a törzsrészben, a testrészben vagyunk, és azon belül a táblázat az aktív, jelzi nekünk ezt a program, és akkor a táblázat tulajdonságait, ha megnézzük. És nincsen szegélye. Azt mondom, hogy most egyes szegélyt adok neki. Ennek hatására, ha megnézzük, meg kell jelenni ennek a beállításnak a leírásban, tehát a kódban. Én most innen ki fogok lépni, és lássuk mögötte a kódot. És hát próbáljuk megkeresni azt, hogy hol van ez elrejtve, hogy most ő egyes szélességű. Ha megnézzük, ugye itt vannak a táblázatra vonatkozó formázási beállítások, és itt van egy osztály definiálva, egy stílus 3, egy stílus 3 nevű osztály, amelyet, hogyha megnézzünk a stílusok között, a keretnek a stílusa szolid, és a szélessége 0 pont. Na most, ha én ezt itt visszaveszem, már hogy nevezetesen azt, hogy táblázat tulajdonságai 0, és alkalmaz, és oké. És akkor most megnézzük a Style 3-at, akkor a border szélessége 0. Tehát benne van a stílus. Vagyis ilyen módban, ilyen megoldással a kódban szerepel ez a bizonyos border. Volt még egy a feladatban még egy hasonló probléma. Ez a település HTML oldalon kell a szó alá készítsen egy egysoros kétoszlopos táblázatot, melynek háttere legyen a fertőtó JPG állomány, táblázat legyen szegély nélkül, és ez a beállítás szerepeljen a HTML kódban is. Tehát a probléma ugyanaz, csak éppen most a település HTML-ben lévő táblázatról van szó. Nézzük meg itt is a megoldást. Először is frissítek a böngészőn, és rákattintok a településeire, és ennek a táblázatnak a hátteréről van szó. Azt kell megnéznünk a kódban, hogy helyesen van-e megadva. Na most itt nekem be kell hívnom a másik állományt, behívtam, és nézzük meg, hogy ez a táblázat, ezt most teljes képernyőre fogom tenni, ez a belső táblázat, tehát ő, belső táblázat, tehát ennek a belső táblázatnak jelen pillanatban nincsen kerete. Na most, ha megnézem, itt mutatja is, hogy ez a táblázat az aktív, és jelzi nekünk a program, hogy ez a Style 3-as stílussal van formázva.
És hogyha keresem, ugye a szélessége style 3, tehát itt van 100% és style 3-mal van formázva. Na, nézzük csak meg a stílus 3-at. Stílusok között. A style 1 az 0. Style 3. Background image van összesen benne. Tehát ez nem tartalmazza azt, hogy a szegélye 0 legyen. Tehát mit tudok csinálni? Azt tudom csinálni, hogy a Style 1-ben lévő Border Width 0px-et ezt bemásolom a Style 3-ba is, és azt mondom, hogy ez is vonatkozzon rá, ennek megfelelően most már ez a, tehát hogy ezt a mentéseket eltárolom, így az index HTML-en is, és meg fogom hívni, tehát frissítek böngészőn, és látszólag semmi különbség nincsen, de mégis a kódban benne van ez a bizonyos keret, nulla méretű szegély, amelyet kért a feladat. Ez a kis rövid példa azt szerette volna szemléltetni, hogy a program mennyi lehetőséget nyújt arra, hogy a tervező nézet és a kódnézet hogyan tud egymással együttműködni, hogyan lehet együtt használni őket. És hát én azt gondolom, hogy ezért nagyon előnyös ezzel SharePoint Designerrel dolgozni. Még annyit szeretnék mondani, hogy a lemezen rajta van egy teljes, több mint 300 oldalas leírás a SharePoint Designer lehetőségeiről, beállításairól, akit érdekel részletesebben, azonnal fogja tudni.